Az egész világon készülnek a húsvétra. A Fülöp-szigeteki Mandaluyongban véres szertartással ünneplik a nagy csütörtököt. Katolikus hívek önostorozást végeznek az utcákon, és más kínokat állnak ki, hogy így emlékezzenek meg a keresztre feszített Jézus Krisztus szenvedéseiről. A hondurászi San Pedro Sula katedrálisában vett részt Szent Misén egy panamai pap, miután kiutasították Nicaraguából. A papot azzal vádolják, hogy jogosulatlan húsvéti körmenetet tartott, amit ő tagad. Nicaraguában a hondurászi határig hoztak. Azt mondták, hogy a 26 év börtönre ítélt nicaraguai püspöknek prédikáltam, hogy lázadást szerveztem a rendőrség ellen, és hogy nem engedelmeskedtem a körmenetek tiltására vonatkozó jogszabálynak, mondja a pap. Nicaragua március 12-én bejelentette, hogy a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztését javasolták a szentszékkel, azután, hogy Ferenc pápa egy interjúban diktatúrának minősítette Daniel Ortega kormányát. A venezuelai fővárosban Caracasban ezrek vettek részt a szerdai hagyományos körmeneten. Három év után ez az első alkalom, hogy a hívek úgy ünnepelhetik a húsvétot, hogy nem korlátozzák őket a koronavírus járvány miatti előírások.